Rákos Csaba történelme egyetlen kiadványban, a kezdeti idők birtoklás és társadalom története, az egészségügy és az oktatás helyzete, többek között ezekben a témákban ad átfogó képet a Rákos Csaba évszázadai című helytörténeti könyv, amelyet január 12-én mutattak be a Rákos Csabai Közösségi Házban, a település jubileumi rendezvény sorozatának záró eseményeként. A kötetet Ádám Ferenc és Puzsár Imre szerzők ismertették Kautsky Armand színművész közreműködésével. A Rákos Csaba 950. évfordulójának tiszteletére rendezett programsorozat utolsó állomásaként január 12-én a Rákos Csabai Közösségi Házban mutatták be a Rákos Csaba évszázadai című helytörténeti könyvet. A Rákosmenti Múzeum Barát Egyesület és az Erdős Rönéház kiadványában Puzsár Imre, Ádám Ferenc, Szanyi Dezső és a 2016-ban elhunyt Dombóvári Antal közös munkája olvasható. A kötet alapját Szántó Géza Rákos Csabai református lelkész 1912-ben megjelent írása adta. A mű egy részletes település történetet ír le, az elmúlt több mint 100 év eseményeivel kiegészítve, kitérve földrajzi, történelmi adatokra, valamint a település intézményeinek működésére, fejlődésére. Horváth Tamás Rákosmente alpolgármestere a könyvbemutató megnyitóján elmondta, a kerületrész jubileumi évfordulóját igyekeztek méltó módon megünnepelni, Rákos Csaba fejlődésére pedig továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a jövőben. Nagyon sok minden történt, a képek alapján is látható, hogy micsoda fejlődésen ment át Rákos Csaba. És azt is látni kell, hogy még vannak azért perspektívák, tehát csak Rákos Csaba még tud fejlődni, és akar is, és ezt mi is szeretnénk, mint önkormányzat folytatni, elősegíteni, hiszen a munkátok, amiket elvégeztünk az elmúlt években, ez is ezt mutatja, hogy szeretnénk Rákos Csabát méltóvá tenni arra, hogy itt mi örömmel lakhassunk. Az alpolgármester szavait követően Ádám Ferenc történész muzeológus, a könyv egyik szerzője foglalta össze a mű elkészültének előzményeit. 2008-ban megjelent nálam az Erdős Rönéházban egy fiatal ember, aki azt mondta, hogy ő szakdolgozatot írt a 17. kerület történetéről, vagy ír, főleg Rákos Csabáról, ugye ide járt iskolába, és egy alig ismert történelemtanár Szanyi Dezső tanította. Ugye, ez most egy kicsit ironikus volt. Dezső egyébként a harmadik szerzőnk, és még mielőtt elfelejteném, meg kell említeni azt is, hogy a helytörténeti gyűjtemény korábbi vezetője, Dombóvári Antal, sajnos 2 éve elhunyt, de tőle is vettünk át ebbe a könyvbe írásokat. Puzsár Imre szerkesztő televíziónknak adott interjújában kitért a kutató munka nehézségeire és a kiadvány céljára. Tulajdonképpen egy átfogó monográfiai munkát szeretünk volna kiadni, létrehozni, ami megfelelő arányokban mutatja a különböző történeti szegmenseket, tehát ugye, és ugye ez különböző korokhoz kapcsolódik, hogy hol, milyen. Tehát alapvetően a kezdeti időkben inkább birtoklás történet, némi társadalom történet, amennyit fel lehet ismerni. Aztán idővel ez bontakozik. Ugye jön hozzá a telepek létrejötte, az egészségügy, oktatásnak a kérdése, az infrastruktúra, politika történet, választások, közlekedés, stb. Tehát próbáltunk egy ilyen átfogó történetet, amiből a település fejlődése jól kivehető elég széles skálán. A könyvbemutató során Kautsky Armand színművész működött közre. A kötet megjelenését Rákosmente önkormányzata támogatta. A kerületrész 950. évfordulója alkalmából rendezett programsorozat részeként a nagy érdeklődésre való tekintettel március 9-én a Rákos Csaba 950 éve otthonunk című filmet a Csabaházban újra levetítik.